Júniusban kezdődtek a most megvalósított beruházások, akkor a kampányban arról beszéltek, hogy mindent meg kell tenni a városközponttól távol eső helyi közösségek kommunális infrastruktúrája fejlesztése érdekében, mondta Radanováczon dr. Pásztor Bálint. A VMS köztársasági parlamenti frakció vezetője hozzátette, azért jöttek el, hogy meggyőződjenek, hogy ezek a projektek megvalósultak, és nem csak üres választási ígéretek voltak. Radanováczon az Ókér utca kapott aszfalt burkolatot, szerinte hatalmas, évtizedes a lemaradás, de köztársasági és tartományi pénzeket is megmozgatva fokozatosan fejlődhetnek majd a külvárosi helyi közösségek is. A jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, annak dacára is, hogy nincsenek éppen a legjobb állapotban a költségvetések a koronavírus hatásának következtében, hogy a szabadkai és a Szabadkához tartozó települések polgárai 21. századi életkörülményeket tapasztalhassanak a saját lakhelyükön. Hajdújáráson a Borisz Kidrics utca eleje eddig gyakran szinte járhatatlan volt. A helyiek több évtizedes álma valósult meg azzal, hogy a 464 méter hosszú szakasz 3 méter széles aszfalt burkolatot kapott. A beruházás értéke mintegy 11 millió dinár, mondta Újhelyi Ákos. A VMS köztársasági parlamenti képviselője kiemelte, hogy további két utca tervdokumentációja is elkészült, ezek aszfaltozására a köztársasági költségvetésből próbálnak meg eszközöket biztosítani. Az Iskola utca és a Dózsa-György utcának az aszfaltozására készítettünk el tervdokumentációt, mind a kettő megközelítőleg 200 méter hosszú. Ami jelenleg még aktuális Hajdújáráson az, hogy hamarosan el fog kezdődni a kerékpárút építése, ugye a régi rádió 90-től a Buki híd felé. A leendő kerékpárutat tehát összekötik a nemrég átadott Királyhalmi kerékpárúttal, és megnövelik ezen a forgalmas útszakaszon a közlekedésbiztonságot, tette hozzá. Csantavér központjában is a nyár folyamán lázas munka folyt. Pontot tettek egy több évtizedes problémára, mintegy 50 parkolóhelyet alakítottak ki. A helyiek szerint hatalmas jelentősége van ennek a beruházásnak. Megkönnyebbíti a parkolást, tehát vasárnaponként a piac alkalmával, lakadalmak alkalmával. A csantavériek szerint most sikerült annyi parkolóhelyet kialakítani, hogy a nap bármely szakában lehet szabad helyet találni, ha valaki a központban szeretne rövidebb, hosszabb időre autóval megállni.